napra forgók háza ellátottjai nagyon hálásak azért, hogy új helyre költözhettek, és mindezt szívhez szóló műsorral köszönték meg. Szűcs Angéla azt mondja, szívesen jár ebbe a közösségbe, szereti a társait, a gondozóit és a foglalkozásokat, melyeken részt vehet. Itt a napközében nagyon jó emberek vannak, jó szívűek, mindent köszönök nekik is, a dolgozóknak, mindenkinek. A nappali ellátásban jelenleg 14-en vesznek részt, de a működési engedélyt 30 férőhelyre adták ki, mondja az intézmény vezetője. Reggel 7 órától fél 8-kor, attól függ, hogy ők mikor szeretnének jönni. Jönnek, és itt vannak délután 4-ig. Fejlesztések vannak, különböző programok, kirándulások, segítjük őket a mindennapi életnek, hogy tudjanak élni. A 27 évvel ezelőtt Fejérvár megyében alapított Baptista Szeretett Szolgálat intézményi családjához tartozó Országos Szociális Intézmény Fenntartó Központ egyik legfiatalabb nappali ellátást nyújtó otthona a Napraforgók háza, ahol több mint 3 éve elsősorban enyhe és középsúlyos fogyatékkal élő rászorulókról gondoskodnak. Vácott, illetve Bicskén foglalkoztunk fogyatékkal élő fiatalokkal. 2007-től indultunk Bicskén, aztán néhány év múlva átköltöztünk ide Székesfehérvárra, és nagyon örülünk, hogy erre a helyszínre költözhettünk most be, hiszen az előző helyszín az egy második emeleti bérházban volt. A Napraforgók háza egy Szúnyog utcai önkormányzati épületbe költözött. A Szeretett Szolgálatnak nem kell bérleti díjat fizetni az ingatlanért, így támogatják az intézmény működését. Nem önkormányzati intézmény, de székesfehérvári intézmény, ráadásul, hogy szép hagyományokra tekinthet már vissza, és a korábbi helyszínhez képest nagyon örülök, hogy most a város segítségével egy jobb környezetbe tud költözni maga az intézmény, és ezáltal ez a szolgálat, ami itt zajlik, jobb körülmények között tud megtörténni. Az ünnepséget Hári Tibor, az Országos Szociális Intézmény Fenntartó Központ ügyvezető főigazgatója áldásmondó imádsággal zárta, majd ezt követően adták át hivatalosan az otthont.